könyörögjünk, kérünk, Urunk Istenünk, áld meg ezt az eledet, amelyet tőled kaptunk. A húsvét vasárnap legjelentősebb liturgikus eseménye az ételszentelés. A szentelésre szánt ételeket általában szépen feldíszített kosarakba teszik, és erre az alkalomra készített telítővel takarják le. A szentelés után a hívek sietnek haza, hogy otthon feltálalják a megszentelt ételt. A szentelt ételnek különös jelentősége van, mert megvédi a híveket a hosszú bőjt utáni mértéktelenségtől. Ez a hagyomány Várgesztesen is jelen van. Nálunk úgy bonyolult, hogy betettek egy darab kuglófot vagy kalácsot, szelet kenyeret, sonkát természetesen, tojást, száraz tormát és sót. És akkor a édesanyja vagy a nagymama, van ahol még a nagymama, az akkor felszabdalta, felvágta ezeket az ételeket, és annyi darabra vágta föl, amihányan voltak a családban, és akkor az első az volt, hogy mindenki ebből levett, ami meg volt szentelve, és utána folytatták a többivel, ugye, és hát a morzsákat se dobták ki, hanem azt is összeszedték, és azt az állatokkal, nálunk így volt szokás, hogy az állatokkal megetették a morzsákat. Húsvét a keresztény egyház egyik legnagyobb ünnepe. Részben a 40 napos bőjt, részben pedig a nagy hét olyan tradicionális dolgokkal épül fel, amit kisgyerekkortól mindegyikünk megél. Tehát én is most a templomba végig arra gondoltam, hogy milyen kár, hogy a szüleink nem ülnek mellettünk, és minden felidéződik. Várjuk a tavaszt is, tehát nem csak az újjászületést, és ezért részben a viselkedésben, részben az eseményekben, részben az étkezésekben ez megnyilvánul. A falu életében azt emelném ki, hogy mint minden nagy ünnepen, húsvétkor hazatérnek azok a fiatalok, akik az ország különböző részein élnek. Tehát olyan szakmájuk van, amit ebbe a kicsi falukban nem tudnak űzni, tehát az Alföldtől kezdve Sopronig több helyen élnek, és ilyenkor mindenki hazavágyik, és haza is jönnek. Az ételkészítés ezen a vasárnapi ebéden is rendkívüli, zsibong mindenki a faluba, és ez egy jó dolog, amikor a családok így össze is tartanak.